Köszöntöm nézőinket! Önök a Zsolca TV 13. heti adását látják a UPC Felsőzsolcai és Ongai kábelhálózatán. E heti adásunkban is számos érdekes témával várjuk Önöket a képernyő elé. Mindjárt kezdünk, tartsanak velünk! Virágvasárnappal megkezdődik a nagy hét, amely a legnagyobb keresztény ünnepre, a húsvétra felkészítő nagybőjt utolsó időszaka. Ezen a vasárnapon Jézus Jeruzsálembe való bevonulásáról emlékezett meg a katolikus egyház. Felsőzsolcán a római és a görög katolikus templom is megtelt hívekkel. Jelvező, 6 nappal húsvét előtt Jézus Betániába ment, ahol Lázár megkolkolt, itt föltámasztott halottaiból. Vacsorán szentének tehát ott neki is Márta szolgált. Lázár pedig egyik volt azok közül, akik letelepettek ő vele. Mária tehát egy fondrága kiszanáltusz keretet vesz, megkente Jézus lábait és hajával törögette, s a ház megtelik a kenet illatával. A Szent Miklós görög katolikus óvoda és bölcsöde felsőzsolcai tagintézményének óvodásai is részt vettek a görög katolikus szentmisén. Minden évben misztérium játékkal készülnek a gyerekek, amelyben bemutatják Jézus ünnepélyes bevonulását Jeruzsálembe. A Bibliában olvasható, hogy Jézus Szamárháton érkezett és a nép ünnepléssel fogadta. Mind a 4 evangélium említi, hogy Hozsanna Dávid fiának felkiáltással fogadták. A görög katolikus óvoda dolgozói és Gulybán Tibor esperes úr egy Szent Miklós ábrázoló ikont ajándékozott a családoknak. Azt tervezik, hogy a vándorikon eljut majd minden családhoz. Bíró püspök mondta egyik alkalommal, hogy az a család, amely naponta elmond együtt egy imádságot, egy mi atyánkot, az együtt marad. Mert Istentől kérnek segítséget a mindennapi küzdelemhez. Hát ezt szeretnénk az óvoda vezetőivel, óvodnőivel és a szülők támogatásával, egyetértésével megvalósítani, és egy éjszakára legyen ott, reggel hozzánk vissza. Virágvasárnap a húsvét előtti vasárnap neve, a nagy hét kezdete a keresztény ünnepkörben. Több évszázados hagyománya van annak, hogy egy héttel húsvét előtt pálmaágat, vidékünkön pedig fűzfabarkát szenteltek Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának emlékére. Mindenható Isten, te Noé igaz szolgád idejében a várva által egy házad előképét jelezted, s az olajfágat hozó kalambártal legszentebb lelked eljövetelét hirdetted. Ugyezen előképet teljesítették a zsidó gyermekek is, kik olajfa és pálma ágakkal elég mennén kiálták, Hozsanna a magasságban. Mi is ezt a kiáltást hangoztatjuk, Hozsanna, ki az Atyával és Szent Lélekkel jön, most és mindenkor és örökön, örökké. Amen. Megáldottnak és megszenteltetnek, e gajak és ágak
csak a Szent Lélek kegyelme és a szentelt vízzel való meghintés által, az Atyának és Fiúnak és Szent Léleknek nevében. A római katolikus templom is megtelt hívekkel, itt is megszentelték a barkát az ünnepi szent mise előtt. Virágvasárnap Jézus szenvedés története a Passió is felhangzott evangéliumi szöveggel, amire az egyházközség énekkara hetek óta készült. Ilyenkor nem árt szembenézni magunkkal. Nem árt elgondolkodnunk azon, hogy miért is élünk ebben a világban. Miért is teremtett bennünket erre a világra az Úr. Egész nem biztos, hogy azért, mert feladatot bízott rá, mert szüksége van rá. Szüksége van arra, hogy azt a tervet, amelyet rólad alkotott, te megvalósítsd. Hisz az életed csak akkor lehet teljes, csak akkor lehet boldog, ha Isten akaratát megteszed ezen a világban. Isten akarat pedig egész nem biztos, hogy az, hogy belepusztulj ebbe a világba, hogy meg az életedet adni ezért a világért. Az egész teljesség, az egész emberi életnek ez az alapvető feladat, hogy szeretetté válj. De ne feledd el, a szeretet csak akkor valósulhat meg, hogyha mögötte áldozatvállalás, szenvedés van. Ezért soha ne feledd. Nem szabad megfutni az előtted álló szenvedésekről. Meg kell tanulnunk nekünk is azt, ami a második stációban van, hogy Jézus átöleli a keresztét. Merj átölelni te is azt a keresztet, amit rábízott rá, miért az Úristen. Merj te is átölelni, mert ekkor ebből a szenvedésből, ebből a próbaképelből élet származhat másnak számára. Igen. Téged az élettel teremtett az Úristen, még akkor is, hogyha szenvedéssel látogatok meg. Nézd meg Jézus életét. Jézus észrevéve az emberek nyomorát, szükségét, baját, halottakat támaszt fel, betegeket gyógyít meg, próbál az emberek számára reményt, valami jövőképet adni. De amikor róla van szó, igaz azt mondja az egyik evangéliumban, hogy azt hiszitek, hogy nem hozhat még egy sereg angyalt, hogy legyőzzék ezeket a csücselyéket, mégsem ezt teszik. Mi történik? Valóra válik az, amit álmodoznak, amiről álmodoznak a főpapok. Amire törekedtek, így is sikerül megölni, sikerül elpusztítani őt. És azáltal, hogy Jézus vállalta a keresztfalát, engedelmes lett, mint halálig, ezáltal hozott számunkra életet. Ezáltal mutatta meg a szenvedésnek az igazságát. Ezáltal mutatta meg, hogy van értelme azért, hogy másokért áldozatot vállalj. Van értelme azért, hogy másokért áldozd az életed, mert az életed csak így tud teljesedni. A Felsőzsolcai Egyházközségek húsvéti ünnepi miserendjét megtalálják képújság és Facebook oldalainkon. Első alkalommal készültek misztériumjátékkal a Szent István Római Katolikus Iskola diákjai. A gyerekeknek tartott lelki gyakorlaton és főpróbán jártunk kameránkkal. A hívek március 31-én a vasárnapi Szent Misén láthatják a Jézus szenvedését bemutató misztériumjátékot. Én azt hiszem, nagyon fontos a húsvétnak a tulajdonképpen a történetét, hogy jobban megismerjék az emberek, hogy megismerjék a gyerekek, és jobban átéljék a húsvét üzenetét, titkát, és hát annak külön örülök, hogy húsvétra általában misztériumjátékot nem igazán szoktak előadni, inkább vasjót szokták több helyen előadni, ugye színdarab formájába is, vagy bármi másképp is. Itt most ezekkel a gyerekekkel nagyon, én úgy érzem, hogy nagyon szépen sikerült ez, hogy talán ők is megsejtettek valamit a húsvét üzenetéből, és hogy fölkészültek egy ilyen passió, vagy inkább misztérium játékkal arra, hogy a híveket is megörvendeztessék. Plébános úrral beszélgetünk, hogy hogy készülhetnének a gyerekek erre az ünnepre.
és akkor javasolt a plébános úr, hogy léteznek húsvéti misztériumjátékok is, aminek nagyon megörültem, mert ahogy el is hangzott, nagyon fontosnak tartom, hogy a gyerekek megéljék ennek az ünnepnek az üzenetét, és ezért nagyon fontos, hogy az eseményeket megismerjék. A 7.-8. osztályos tanulók alkalmasak már arra életkoruknál fogva, hogy a szenvedéstörténet fájdalmát, annak a mélységét átéljék, és ebben a misztériumjátékban ezt szeretnék a gyerekek visszaadni. Üljetek, és menjetek el, hogy minnyáján, mert az én testem, eljöttetek arra. Üljetek, és üljetek el, hogy minnyáján, mert ez az én vérem kellje, az új és örök szövetségé, mely eljöttetek, és soha kérdő fiatalik, hitünknek a leglényegesebb elemeit ezen a héten éli át az Anya Szent Egyház. Virágvasárnap, ami elmúlt, ugye a Jézus Jeruzsálembe vonulása, illetve nagy csütörtöktől, nagy péntek, nagy szombaton keresztül, húsvét vasárnapig tulajdonképpen a hitünk titkát ünnepeljük, a hitünk leglényegét ünnepeljük, kezdve a nagy csütörtöki délelőtti krizma szenteléstől, ami minden egyházmegyének a központjában van, tehát nem egyes plébánia templomban, hanem a központban. Nekünk Egerben van természetesen, amikor általában nagyon sok papot össze szokott jönni a főpásztorával, hogy együtt ünnepeljük. Én úgy szoktam fogalmazni a születésnapunkat, mert hát a papság születésnapja ez. És utána pedig délután ott volna mindenki a saját plébániáján, van a csodálatos lábmosás szertartása, amit mi itt Felső Zsolcán bevezettünk tavaly és azóta is. 12 testületi tagnak én mosom meg a lábát. Utána van a Szent Mise, két színalti szent áldozással, majd virrasztás, illetve a képviselőtestület számára, mint ahogy Jézus is tette, elvonult vacsorázni, és utána megmosta a lábukat, oltári szentséget megalapította, tehát Szent Mise volt, és utána megvacsoráztak, majd kimentek az Olajfák hegyére virasztani. Mi is ennek emlékére ezt szeretnénk így csinálni. Tavaly már elkezdtük itt, és most ugyanígy folytatjuk, tehát lesz a Szent Mise után egy vacsora, és utána kijövünk ide virasztani a képviselőtestület tagjaival. Aztán nagypénteki szertartás, a keresztelőtti hódolat, amikor újból meghallgatjuk a passiót, csak Szent János evangélistának a írása alapján, és hát olyankor is van lehetőség tényleg hódolat a keresztelőt, amikor mindannyian megköszönhetjük Istennek a keresztjeinket, amelyeket hordoznunk kell, és hát próbáljuk elfogadni ezeket, ne pedig zúgolódni ellene, mert úgy is el kell hordozni. Nagy szombat pedig a virasztás, illetve készülődés az megújulni akarásra, megújulásra. Meg kell újítani mindannyiunknak az életét. Régen ilyenkor keresztelkedtek a felnőttek, ezzel is jelezve, hogy új életet akarnak kezdeni. Nekünk is szükségünk van, hogy a húsvétkor valóban próbáljunk meg a saját helyünkön, saját környezetünkben, abban a millióban, ahol élünk, megújítani az életünket, és egy kicsit talán a gondolkodásmódunkat is, és a világra való rálátásunkat is újítsuk meg. Miért mondhatjuk, hogy ez a kereszténység legnagyobb ünnepe? Ekkor váltotta meg Jézus a világot. Ezért ünnepeljük, tulajdonképpen életét adta értünk, és győzött a szeretet. És a szeretet, mint ahogy ezt ünnepeljük, legyőzte a gyűlöletet, legyőzte a halált. Jézus halálát is legyőzte, hisz föltámadt azért, hogy megmutassa számunkra, hogy minket se tud legyőzni a halál, hanem a halál után hazavár bennünket az örök otthonunkba Jézus. Összefogtak a Római Katolikus Általános Iskola dolgozói, adománygyűjtést szerveztek a templom felújítására. Az iskola igazgatója jelentős összeget adott át az egyházközségnek. Római katolikus iskolaként nagyon fontosnak tartom, hogy a gyerekek rendszeresen járjanak templomba. Amikor a plébános úr azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy a templom felajánlás a templom felújításához járuljunk hozzá,
kihirdettem a gyerekek és kollégáim, illetve az iskola dolgozói között, hogy adományt gyűjtünk, és nagy örömömre elmondhatom, hogy a lehetőségeinkhez képest azért egy jelentős összeg összegyűlt, amivel hozzájárulunk mi is a templom felújításához. Ebben szinte valamennyi tanuló és az iskola valamennyi dolgozója részt vett. Nézőinket itt a képernyőn idén is egy óvodás versével köszöntjük húsvét ünnepén. Iván István szavalatát a Felsőzsolcai Napközi Otthonos Óvodában rögzítettük. Birka, barka, berkegye, eljött húsvét reggele. Rózsavizet Erzsónak, piros tojást Ferkónak. Haraggoznak húsvétra, leszakadt a tyúklétra. Kezdődik a locsolás, nekem is jut egy tojás. Szépírás pályázatot hirdetett Csöbör Katalin országgyűlési képviselő. A pályázatra a megye 14 iskolájából több mint 400 pályamű érkezett. A díjátadó ünnepséget Miskolcon a Művészetek Házában rendezték meg, ahol a gyerekek egy filmet is megtekinthettek. Több mint 400 szépíró fiatalt fogadtak a Művészetek Házában, hogy a legszebben író gyerekeket díjazzák. A szépírás pályázatot Csöbör Katalin országgyűlési képviselő hirdette meg. Nem az első alkalommal rendeztük meg ezt a mai szépírás versenyt, amelynek a célja az, hogy legyen kedvük a gyerekeknek kézzel is szépen írni. Általában manapság a gyerekek számítógépen dolgoznak és írnak mindenféle levelet. Egy kis ösztönzést akartunk nekik adni. Külön kategóriákat szerveztünk, alsó tagozatosoknak első, második, harmadik, negyedik osztályosok és felső tagozatosok is jelentkeztek. Egy szép húsvéti verset kellett lemásolniuk, a külalakra vagyunk elsősorban kíváncsiak. Vannak, akik rajzzal is illusztrálták, szépen kötötték be, úgyhogy nehéz dolga volt a zsűrinek. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek nem csak tartalmilag írjanak helyesen és jól, hanem szépen is írjanak. Ezért örömmel vettük el a lehetőséget, hogy Csöbör Katalin képviselőasszony meghirdette a gyerekeknek ezt a pályázatot, és nagyon sokan jelentkeztek. Iskolánkból 30 tanuló munkáját lehetett tulajdonképpen értékelni, amire úgy gondoltuk, hogy esetleg erre a versenyre nevezzük őket. A pályamunkákat elküldtük, és nagyon kíváncsian várjuk, hogy a gyerekek értek el helyezést. Ha helyezés nélkül távozunk, sem leszünk szomorúak, hiszen a nevelési célunkat elértük. Gyerekek odafigyelnek a külalakra, odafigyelnek arra, hogy tényleg szépen is írjanak, és reméljük ez a jövőben is folytatódni fog. Nagyon örülök, hogy napjainkban ilyen versenyt kiírnak, mert egyre elterjedtek, hogy a gyerekek számítógépen írnak, és a sok-sok információ, amit meg kell jegyezniük, ami rájuk zúdul, ez is előidézi azt, hogy egyre kevesebb időt fordítanak arra, hogy szépen írjanak, szabályosan megtanuljanak írni. Tanítónéni vagyok, és én mindig hangsúlyt fordítottam arra, hogy már első-második osztályban szabályosan, gyönyörűen alakítsák a betűket, mert később, amikor az egyéni írás kialakul, akkor sajnos akkor torzul az írás. És én úgy gondolom, hogy régebben is, most is bárki, ha kiad a kezéből egy írást, az valamiképpen visszajelzés arról, hogy az milyen az az ember, mennyire pontos, megbízható, és ezért is tartom fontosnak, hogy ezt a versenyt kiírták, hiszen több mint 400 mű közül kellett választanunk 11 díjat, 11 gyermek örülhet a mai délutánon, és látni fogja, hogy nem hiába dolgozott, és tanult meg gyönyörűen írni, ez a szülőket is minősíti, a gyerekeket és a tanítónénit, és azt hiszem a magyar oktatást, amiről sajnos napjainkban elég gyakran hallani rosszat, de én úgy gondolom, hogy nem olyan rossz ez az oktatás, 32 éve tanítok, és szerintem a gyerekek sok mindent megtanulnak pontosan, a világban bárhol megállják a helyüket. A pályázatra a megye 14 iskolájából több mint 400 pályamű érkezett. A
díjátadó ünnepséget a Művészetek Házában rendezték meg, ahol a gyerekek egy filmet is megtekinthettek. Csöbör Katalin országgyűlési képviselő a szépírás pályázatra érkezett versmásolatokkal idős, egyedülálló emberek húsvétját szeretné szebbé tenni. Azt hiszem, hogy nagyon sokan dolgoztak rajta, mind a tanárnők, tanítónők és mind a gyerekek, és ezek a pályaművek nem a szemetes kosárba fognak landolni, ezt szerettem volna még elmondani, hanem egyedülálló idősekre is gondolnánk, és a gyerekek által megírt szép pályaműveket elküldjük az idősek otthonaiba, vagy az egyedülálló vidéken élő embereknek, és reméljük, hogy örömet tudunk nekik szerezni ezzel a kis emlékkel. Itt hívjuk fel nézőink figyelmét, hogy a Felsőzsolcai Önkormányzati Óvodába, valamint a két egyházi kezelésben lévő általános iskolába és az alapfokú művészeti iskolába április 8-ai héten vannak a beiratkozások. A beiratkozás feltételeiről és a szükséges dokumentumokról az információkat megtalálják a Zsolca TV képújság és Facebook oldalán. A Szatmári Király Ádám Kulturális Társaság idei első rendezvényét tartotta meg a Bárcai Kastély földszinti termében. Puczorsója az ELTE doktorandusz hallgatója, Trianon egy nemzet tragédiája kognitív nyelvészeti szemszögből címmel tartott előadást. Zátonyra futott, hát a hajóval utazunk, és aki tanítom vagyunk, az sajnos ide zátonyra. A trianoni eseményeket már több tudományág, több szempontból is elemezte. Történészek, politológusok és pszichológusok is próbálták már bemutatni az akkori erőviszonyokat, a döntés több évtizedes következményét. Puczorsója nyelvészként közelítette meg a témát és mutatta be a hallgatóságnak, hogyan él és változik nyelvünkben a Trianonhoz fűződő fogalomkészletünk. 1920-tól, tehát az esemény óta tulajdonképpen ugyanúgy gondolkodnak a magyarok Trianonról, bár nehéz ezt kijelenteni, hogy hogyan gondolkodik egy teljes nemzet, egy teljes nép egy fogalomról, hiszen nincsenek olyan forrásaink, amiből ez egyértelműen kiderül, de azok az írásos dokumentumok, amelyeket én megvizsgáltam, ezek azt mutatják, hogy az idealizált kognitív modelleknek köszönhető azt, hogy mi ezt fájdalomként, negatív dologként éljük meg, hiszen hogy az előadásban is elhangzott, hogyha valakit megcsonkítanak, hogyha valaki gyászol, akkor az nyilvánvalóan nem lesz boldog. A kognitív nyelvészet a megismerés tudománya, célja a tapasztalatok feldolgozásának megkönnyítése. A kognitív tudománynak az a célja, hogy arra választ adjon, hogy hogyan ismerjük meg a körülöttünk lévő világot, hogyan tulajdonítunk jelentést annak a világnak, amely körbevesz minket, ez általában a kognitív tudományoknak a célja. Ezen belül beszélhetünk kognitív antropológiáról, kognitív pszichológiáról, kognitív nyelvészetről. Ezek különböző részeit vizsgálják végül is ugyanannak a dolognak, illetve ezek a tudományágak összefüggnek és összedolgoznak, úgymond. Rettenetesen izgultam, tehát nem tudtam, hogy fog sikerülni. Óva intettem a lányomat előzetesen itt elméleti bonyolult fejtegetésektől, és úgy érzem, a közönség reakcióiból is ezt éreztem, hogy sikerült gyakorlatiasan a trianoni témakörhöz közel maradva megtartani az előadást, és remélem mindenki jól érezte magát. Én azt hiszem, hogy a saját érzéseimet mondhatom, egy lenyűgöző előadást hallottunk a mai nap is Puczorsójától, de ugyanilyet hallottunk a tavalyi előadás alkalmával is. Én azt hiszem, hogy Felsőzsolca méltán lehet büszke ezekre a fiatalokra, akik tovább fogják vinni még Felsőzsolca hírnevét, nem csak a városunkba, nem csak a megyénkbe, hanem az egész országba is. És legyünk méltón büszkék rájuk. A Kulturális Társaság több programot is tervez 2013-ban. Többek között a Szatmári családtagjai tartanak majd előadást és úti beszámolót. Szatmári Király Ádám Kulturális Társaság történetében ez egy nevezetes esztendő. 10 éve alakult meg a társaság, és igyekszünk folytatni azokat a hagyományos rendezvényeinket, amit eddig is megrendeztünk. Áprilisban tisztelgünk Platiida sírjánál, emlékezünk Platiidára. Ennek a pontos időpontja 2013. április 12-e, 10:30-kor. Ezúton is invitálok mindenkit erre a rendezvényünkre. Az év egyik legfontosabb rendezvénye Pünköst hétfőn kerül megrendezésre.
a Szatmári király családnak szervezzük meg újra a találkozóját, és ebből az alkalomból Horvátné Szatmári király Johanna, társaságunk tiszteletbeli elnöke, Marokkóról fog előadást tartani, egy marokkói úti beszámolót hallhatunk majd. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan unikum, egy számunkra annyira érdekes világ, amire szeretném, hogyha minél több felsőzsolcai eljönne, biztos vagyok benne, hogy nem fog csalódni az előadásban. Az őszi programjaink azok még nagyon képlékenyek, most tervezik őket. Az eddigi hagyományokat követve mindenképpen szeretnénk Felsőzsolcáról egy történelmi vetélkedőt a gyerekeknek szervezni, illetve ebben az évben ünnepeljük Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulóját, ebből az alkalomból pedig Gárdonyi Gézáról szeretnénk egy előadást szervezni. Ezek azok az előadások, amiket mindenképpen meg fogunk tartani, ezeket a rendezvényeinket esetleg még egyebekkel kiegészítjük majd. Puczorsolya a héten a fővárosban a 23. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson tartott előadást, amiről az élet mesél, hogyan alakítjuk ki az élet fogalmához kötődő jelentéseket címmel. Az ELTE és a Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete szervezésében a nagymúltú konferencián számolt be kutatásairól. Balogh Zoltán emberi erőforrások minisztere a Magyar Érdemrend Lovak Keresztjének polgári tagozatát adta át a Kárpátia zenekar frontemberének, Petrás Jánosnak. Mint arról már beszámoltunk, ismét nagy sikerű koncertet adott a Kárpátia zenekar Felsőzsolcán. Több mint 500-an váltottak jegyet a hagyományosan a rendezvények házában tartott koncertre. A 2003-ban alakult zenekar frontembere Petrás János elmondta, egész évben minden fellépésen ünneplik majd a 10. évfordulót. Felsőzsolcára már 4. alkalommal érkeztek. Petrás János a koncert előtt exkluzív interjút adott a Zsolca TV-nek. A zenekar. 10 évvel ezelőtt számítottatok arra, hogy ekkora sikere lesz, vagy hogyan indult ez az utazás? Hát én azt hiszem, hogy 2003-ban biztos, hogy nem számoltunk arra, hogy 10 év után közel 1000 koncert lesz a Kárpátia mögött. Nem, a zenekar úgy alakult, hogy elkészítünk egy-két lemezt, igazából koncertezni nem is nagyon akartunk, aztán végül is a közönség nyomására kezdtünk el vállalni egy-két koncertet, aztán azóta is végül is megállás nélkül úton van a zenekar. Mi az oka ennek a népszerűségnek? Húha, nem tudom, és nagyon-nagyon szépen köszönjük a Jóistennek és a közönségnek, hogy ennyire a tenyerén hordozza a Kárpátia zenekar. Hogyan tekintesz vissza erre az elmúlt 10 évre? Így, de sics úgy elment, észre se vettük. Milyen alapvetően a hangulat a zenekarban? Gondolom rengeteg időt együtt töltötök, hiszen nagyon sok fellépésetek van. Én szerintem nagyon jó. Természetesen itt ez alatt a 10 év alatt nagyon sok drámán ment át a tagság, tehát mind magánéletbe, szülők elvesztése, párkapcsolati problémák, stb. Hagyna soroljam, tehát nagyon lojálisak voltunk ezekben az időkben egymással, és azért azt elmondhatjuk, hogy amúgy viszont az időnknek a legnagyobb részét azt az egymás zrikálása, a hülyeskedés teszi ki. Úgyhogy mi pontosan ugyanolyan, hogy mondjam, viccelődős emberek vagyunk, mint mindenki más. És nem is változtak a zenekari tagok, tehát ugyanazzal a felállással, ha jól tudom, ahogyan indultatok, most is úgy játszotok? Nem, 2 évvel ezelőtt volt 2 gitáros csere, ott is, mert azért mondtam, például magánéleti problémák, ott vagy egy pozitív dolog volt, például a Leventérnél született egy kisgyermek, ugye elmúlt ő már 40 éves, és igazából egyszerűen szeretett volna a gyerekével többet lenni. Ugye a Kárpátia zenekar az egy igen csak egy plusz család, úgyhogy mi állandóan együtt vagyunk, tehát a Tominál meg egészen más dolog volt, de hát ennyi, 2 fele ment a dolog, kaptunk 2 nagyon klassz gitárost. Hogyha már a drámát említetted, akkor a negatív kritikát azt hogyan fogadjátok? Ugye negatív kritikát? Szerintem nincsen negatív kritika, csak kritika van. A kritika az szakmai jelleggel, tehát az, hogy tetszik vagy nem tetszik, az nem kritika.
Hát mi szerintük. Hogyha valaki megfogalmazza kritikusan, hogy ne haragudjál, tudod, hogy ezután a B-moll után hülyén hangzik a C-moll, akkor azt mondom, hogy igen, hű, tényleg, igazad van, de aztán lehet, hogy azt is meg tudjuk valahogy magyarázni, hogy ez nekünk meg azért lett így. Tehát ez kritika, vagy azt mondják, hogy hang nem alá énekeltél, vagy nem tudom én. Tehát valóban ami szakmai jellegű, vagy pedig akár a szövegeknél, ugye, hogy sajnos egy kicsit magyartalan ez vagy az a sor. Az kritika. Minden más tetszik, vagy nem tetszik. Nekem is nagyon sok dolog tetszik, és nagyon sok dolog nem tetszik. Nem csak új nótákat írtok, hanem régi dalokat is feldolgoztok. Ezekre hogyan találtok rá? Mi alapján választjátok ezeket? Húha! Hát hála jó Istennek, a magyar zeneirodalom az bővelkedik, csodálatos feldolgozásra váló művekkel, tehát mi által, a Kárpáti zenekar által feldolgozásra váló művekkel. Hát ez éppen, hogy melyik dal kerül feldolgozásra az adott lemezre, azt meghatározza a lemeznek az akkori hangulata, a mi hangulatunk, a történelmi helyzet, hogy éppen 2007-ben vagy 2012-ben mi volt a fontos, mit láttunk odavalónak. Tehát ilyen nagyon sok összetevője van, aztán egyszer csak kiadja magát, hogy ez. Hány albumotok jelent meg összesen, és ezek hogyan különböznek egymástól? Az egyik építkezik-e a másikra például? 11 album jelent meg idáig, ami a Kárpátia sor albuma. Ezen kívül 2 válogatás lemez jelent meg, ami ugye, mind a 2 Kárpátia dalokat dolgoz fel. Az egyik a Regnum Marianum, ahol egy hát ilyen komoly zenei köntösbe öltöztették a Kárpátia dalokat, a másik pedig a Bújdosok, ahol pedig népi köntösbe bújtatták a Kárpátia dalokat, hogy építkezik-e mindenféleképpen. Hiszen úgy gondoljuk, hogy tehát ahonnan elindult a zenekar, mi is építkezünk a közönséggel együtt, tehát saját magunkat, és mi is felfedezünk dolgokat, mi is ugyanúgy keressük a magyarázatokat, a magyarság megmaradásának az ilyen-olyan módjára, illetve emlékezünk azokra a történelmi eseményekre, amiről ugye nem igazán esik szó, tehát teszem azt a rongyosgárda, vagy van sok-sok-sok. Talán nem a legjobb kifejezés, de hol hálásabb a közönség itt Magyarországon, vagy a határon túl? Mindenhol hálás a közönség, mi nem teszünk különbséget. A koncerteknek a felépítése maximum abban különbözik, hogy ugye különböző régiókban különböző problémák vannak, illetve hát nem mindegy, hogy mondjuk március 15-e környékén játszunk, vagy október 23-a környékén azon a részen, vagy teszem azt a Balaton mellett egy... Mindenkinek megvan, minden egyes régiónak megvan a saját fájdalma. Mi ezt most már hosszú évek alatt kitapasztaltuk, és megpróbáljuk ugye mindenkinek a saját tehát a felvidékieknek ott olyan dalokkal, olyan témákkal kedvezni Erdélybe szintén, vagy mondhatom a Hajdúság, bár az ország, a Nagy Magyarország minden szegletére készülünk külön-külön. Hogyan ünneplitek a zenekar fennállásának 10. évfordulóját? Sehogy. Sehogy. Nem. De azt láttam, hogy egész nyáron, egész évben be vagytok táblázva és jártok koncertezni. Ez minden évben így van? Igen, ez tavaly is így volt, az előtt is, és ha Isten is megsegít, akkor jövőre is, meg utána is, még sokáig. Felső Zsolcán 4. alkalommal léptek fel, ha jól tudom. Milyen érzéssel jöttök Felső Zsolcára? Hát mi nagyon jó érzéssel jövünk Felső Zsolcára, hiszen nagyon sok barátunk van itt, illetve hát akkor, amikor volt itt, ugye mindenki emlékszik erre a szomorú eseményre, amikor történt itt az árvíz, és hát akkor is próbáltunk mi is a magunk módján hozzájárulni, segíteni, hogy az ott a károsultaknak, hát emlékszünk rá, hogy mi volt. Tehát ez talán, mint az első kötődés, talán, hogyha jól emlékszem, az első kötődése volt a Kárpátia zenekarnak ide Zsolcához. De mert itt most mondhatnék mindenféle gyönyörű dolgokat, hogy szép a hely. Valamikor 8 évvel ezelőtt én azt hiszem pont itt a Művöldési Házban tartottam egy ilyen beszélgetős estet is. Tehát az egész kapcsolat végül is oda datálódik vissza. Ki a célközönsége a zenekarnak? Meg lehet ezt így határozni? Hogyne, minden jó magyar ember. Thank you.
Március 31-én hajnali 2-kor 3 órára kell átállítani az órákat. Ezzel elkezdődik a nyári időszámítás. Az Európai Unió szabályozása szerint a nyári időszámítás március utolsó vasárnapján kezdődik, és október utolsó vasárnapjáig tart. Ennek megfelelően minden évben más dátumra esik, de az átállítás napja mindig vasárnap. A felsőzsolcai labdarúgó utánpótlás csapatunk után most a kézilabdás utánpótlás csapat sikereiről számolhatunk be. A TAO pályázatnak köszönhetően első alkalommal rendezték meg Felsőzsolcán a rendezvények házában a Szivacs kézilabda bajnokság megyei fordulóját. Köszönjük.
2011-től edzhetnek a kézilabdások a rendezvények házában. Azóta már 72 regisztrált játékos van. Első alkalommal rendezték meg Felső Zsolcán a hétvégén a Szivacs kézilabda bajnokságot a 9 éves korosztály számára. Nagyon sokan látogattak el a rendezvények házában, ahol az iskolások is szurkoltak a Felső Zsolcai társaiknak. A bajnokságon 5 csapat vett részt, köztük az Ózd, a Miskolci Sportiskola 1-es és 2-es számú csapata, valamint a felsőzsolcai kézilabdás lányok. Az első két helyezett csapat, így a Miskolci Sportiskola 1-es számú és az Ózd utánpótlás csapata jutott tovább a bajnokság következő fordulójára. Felsőzsolca a 3. helyen végzett. Tehát ez egy történelmi pillanat, mint tudjuk, hogy a utánpótlás labdarúgóink mellett a kézilabdás utánpótlásaink is győztek a tagús pályázatban. Felső Zsolcán még utánpótlás kézilabda nem működött. El kell mondanom mindenek előtt azt, hogy 2011. szeptemberében indultunk.